Hogy kellett a demokratikus Magyarországnak az az erő, amit képvisel. Sokat jelent a magyar baloldalnak az a kitartás, amivel évek óta, ma meg itt, vitakadás, ázva és fázva, azt mutatjátok, hogy hisztek abban az országban, amelyet közösen álmodtunk. És azt kell nektek mondjam, hogy személy szerint nekem sokat jelent az a fajta elszántság, amely árad belőletek, sokat jelent üzenetek százai és ezrei, amelyeket az elmúlt években és most különösen az elmúlt napokban kaptam, mert azt éreztem, hogy van kire támaszkodni, van, hogyha kell kitől segítséget kérni, van kibe kapaszkodni. Köszönöm nektek! Május 1-én évek óta azért gyülekezünk, hogy ünnepeljünk. Hogy egymásba kapaszkodva eltöltsünk egy boldog napot egy olyan világ reményében, amelyben van értelme az életnek, van becsülete a munkának, van tisztessége a tanulásnak, és pár éve valóban ünnepeljük azt is, hogy Magyarország sok-sok évszázad után kikötötte saját kompját Európa, Nyugat-Európa partjainak. A mai nap mégsem csak az ünnepé. És én most nektek nem az ünnepről szeretnék beszélni, hanem a küzdelemről. Az idei május 1-e a küzdelem és a harc napja. A küzdelem és a harc kezdetének felemelő pillanata, amikor azt üzenjük a köztársaság ellenfeleinek, hogy szembe találkoznak velünk, és mi a végén erősebbek leszünk. Két héttel ezelőtt egy másik színpadon, a Demokratikus Charta színpadán azzal kezdtem beszédemet, hogy vádolom Orbán Viktort és kormányát a köztársaság elárulásával. Vádolom azzal, hogy szisztematikusan és tudatosan, rossz szándékkal és önző módon elárulja azt a köztársaságot, amelyre felesküdött, szembe megy a köztársaság legfontosabb alapértékeivel, mindazzal, amitől emberi formája van a köztársaságnak, hogy minden, ahányan vagyunk ebben az országban, egyenrangúak vagyunk, számíthatunk egymás megbecsülésére és tiszteletére, és nincsenek ebben az országban mély magyarok, meg híg magyarok. Magyarok vannak. Jóra való, tisztességes emberek, akik azt várják ettől a kormánytól, és azt várják a közösségtől, hogy nyújtson oltalmazó kezet, hogy teremtse meg a békét, teremtsen biztonságot, és ne engedjen a gyűlöletnek, ne engedjen a rettenetnek, ne engedjen a radikális pokolnak. Ez a kormány ezt a kötelességét nem teljesíti. Azzal vádoltam ezt a kormányt, hogy lábbal tiporja a szabadságot, benne a sajtószabadságot, hogy végtelenül érzéketlen emberek százezreinek és millióinak szociális problémáira, hogy megvetésre mind a munkás emberre, hogy nem tanúsít megértést az élet hétköznapi problémáira, hogy elhagyja a magyar emberek sokaságát és cserben hagyja őket. Ma tovább megyünk. Kétfete azt mondtuk, hogy zsakűz, hogy vádolunk. Ma többet mondunk. Ma azt mondjuk, hogy no passaran, nem törnek át! Nem törnek át!
Nóbasszalám! Nem törik át a köztársaság pártiak erős hitét, nagy politikai közösségét. Nem törik át, mert az erőnk a tisztességes, őszinte meggyőződésből fakad, és emberek 100 millióinak elmúlt több mint egy évszázados küzdelméből, amikor azt mondták, hogy elég a zsarnokságból, föl akarunk állni, föl akarunk emelni, megteremtjük közös politikai világunkat, a köztársaságot. No passaran! Nem fogjátok áttörni a magyar demokraták falát sem. Mert sokan vannak és egyre többen lesznek. Mert értik, hogy egy új politikai közösséget kell szervezniük Orbán önkényével szemben. No passaran! Baloldaliak, kik sokszínűek. Szabad elvűek, akik majdnem épp annyira sokfajták. Tisztességes, elszánt, mérsékelt konzervatívok mind értik. Nekik Orbán és rendszere az ellenfel. Velük nem akarnak megbékélni. Nincs okunk megbékélni 1989 alkotmányosságának sárba kipójával. Miért legyőzni akarjuk, és le is fogjuk győzni. No passará! Erős a munkás emberek hosszú-hosszú sorának fala, akik azt mondják, hogy nem engedjük, hogy a velünk való tárgyalás nélkül fölemeljétek heti munkaidőnket. Nem engedjük, hogy elvegyétek szabadságunkat. Nem engedjük, hogy elvegyétek éjszakai bérpotlékunkat. Mert nektek még ott a kormányban még soha nem égett a szemetek éjfél után 2 órakor a fonógép mellett. Mert nektek még soha nem kellett 5000 forintból megélni. Mi, magyar munkások azt mondjuk, no passaran, mert ez a mi világunk is. Útját fogjuk állni az Orbán önkényel. Útját, mert már elvesztette valamennyi támogatóját a nagyvilágban, és naptól napra támogatókat teszik itt is. De szeretnétek valamit mondani? Miközben lelkünk és szívünk tele van erővel, és van bátorságunk is megküzdeni, és ebben a küzdelemben mi kemények és határozottak leszünk, ekközben hozzátesszük. Lelkünk és szívünk nincsen tele gyűlölettel. Mi nem gyűlöljük ellenfeleit. Lehet, hogy megvetjük őket, de nem gyűlöljük őket. Mi azt gondoljuk, hogy politikai ellenfeleinknek épp annyi joga van Magyarország ege alatt élni, gyülekezni, saját igazukért megküzdeni, mint nekünk. Nem eltüntetni kívánjuk őket, csak legyőzni. De nem kicsit, hanem nagyon. Akkor, amikor a jövőről beszélünk, akkor 3 dolgot kell, hogy megjegyezzünk. Az első, hogy a demokratikus ellenzéknek újra kell szervezni önmagát. Mert az ellenzék megosztott, külön-külön is, és együtt is, még nem elég erős, hogy céljait elérje. Okosan, felelősen, egymás kezét is fogva, ha kell, akkor türelemmel, nem tolakodva, napról napra téglánként fel kell építeni a demokratikus ellenzék nagy, teherbíró világát, azt a világot, amelyre eljön az idő, győzhet. A demokratikus ellenzék soraiban mindazoknak helye van, akik hisznek a demokratikus Magyarországban, hisznek az emberi méltóságban, hisznek a szociális piacgazdaságban, akik szakítani akarnak az orbáni őrület és önkény világában. Ebben személyes tolakodásra, személyes küzdelmekre, kivagyiságra,
Nincsen szükség. Mindenkinek meg lesz benne a helye. Mindenkinek, aki az egészre, és nem csak önmagára gondol. Nem önmagunkért küzdünk. Az országért küzdünk. Ez a mi dolgunk. A második dolgunk megalkotni a nyugatos polgári Magyarország programját. Azért, mert nem elég leváltani Orbán. Orbánt le kell váltani. De nem elég arra mandátumot kapni, hogy leváltsuk Orbánt. Arra is mandátumot kell kapni választók sokaságától, hogy mi jön utána. Mert az igazi kihívás nem Orbán lesz. Orbán el fog bukni. Előbb vagy utóbb. Az igazi kihívás, hogy levonva jó két évtized tanulságát, megértve az 1998-ban elkezdődött politikai őrület minden tanulságát, hogyan lehet értő magyar polgárok millióit bevonva abba, hogy újjáépítsük az országot, és újjáépítsük a köztársaságot. Nem elég nemet mondani Orbánra, ez könnyű. Igen kell tudni mondani az új magyar köztársaságra. Ha sokkal nehezebb. Harmadsorban pedig, és hogyha eljött az idő, és csak akkor, akkor fölállunk, méltóság teljesen, politikai riválisok szemébe nézzünk, és azt mondjuk, hogy akkor most jöhet a küzdelem. És ha eljön a küzdelem órája, akkor megküzdünk, és nem törnek át, mert no passzalán, majd mi törünk át a köztársaságért és Magyarországért. Köszönöm szépen! Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság egykori miniszterelnöke, volt pártelnökünk. Köszönjük szépen, és köszönjük Ferének is! Hölgyeim és Uraim,